Sziasztok, Eurosport rajongók! Hát elérkeztünk azokhoz a napokhoz, amit azt gondolom, hogy tényleg most már mindenki nagyon vár. Eddig vártuk a Pireneusokat, és vártuk azt, hogy a nagyok majd támadjanak, nem történt. De most már annak, aki nyerni akar, annak nem lehet mást csinálni, csak támadni. És onnan is lehet tudni egyébként, hogy a mezőnyben nagy a feszültség, hogy ugye Andy Schleck nyilatkozott, és azt mondta, hogy vagy neki, vagy a testvérének, Franknek föl kell áldoznia magát. Basso kritizálja a többieket. Contador azt mondja, hogy még hátra vannak az Alpok. Kalle-Lievens csöndben sunyog. Tehát azért egy picikét lehet érezni, hogy a feszültség egyre fokozódik, és aztán meg mi lesz, azt meg majd Sipi megmondja. Én meg úgy ülök itt, mint a versenyzők a versenyen, várok. Vártam, hogy előbe fejezze. Szóval arról van szó, hogy tényleg várnak a versenyzők, de sokáig már nem lehet várni, mert azt hallottuk, hogy például a Galibien 20 cm-es hó esett, és elképzelhető, hogy kiveszik a Galibiert, hogyha továbbra is havazik, és akkor ez csak Thomas Böcklernek segíthet. Elhordják a Galibiert. Lehet, hogy az a szakasz kimarad, illetve egy rövidebb úton viszik előre a versenyzőket. Volt már ilyenre példa, de hát majd megvárjuk, hogy mi lesz a döntés, meg milyen az időjárás. Minden esetre a mai szakaszon lesz egy második kategóriás emelkedő, és én ott támadást várok, hogy kitől, azt majd elárulom később. És alátámasztom Sipi szavait azzal, hogy fölveszem a szemüvegemet, mert így entelektüel, amit mondott.